Apja nyomdokaiba lép Lisztes Krisztián fia, kisfiú már most számos eredménnyel büszkélkedhet, de kiderült, nem apukájára, hanem Cristiano Ronaldóra szeretne hasonlítani. Vendégünk Lisztes Krisztián, a volt válogatott labdarúgó, a Fradi legendája, a Fradi játékosa. Köszönjük szépen, hogy bejöttél, jó reggelt. Azért hoztam most a Fradit szóba, egyrészt mert nyilván neked szíved csücske, másrészt meg láttam, hogy a Fradi megemlékezett Aracki Laci haláláról. Volt köztetek bármiféle kapcsolat? Gondolom sokat találkoztatok a pályán. Igen, párszor összefutottunk, és tényleg annyira életvidám volt, annyira nagy szeretet beszélt mindig a Ferencvárosról, úgyhogy én is nagyon szomorúan olvastam a hírt, de nagyon jó volt mindig vele találkozni, az ember feltöltötte energiával. Abszolút, és tényleg igen. Mindig viccelődött, mindig jó kedvű volt. Mindenki ez volt egy kedves szava, ha ismerte, így ha van. Nem, mindig azt játszotta egyébként, az nagyon érdekes volt, hogy mintha mindenkit ismerne, tehát kvázi zavarba hozott ezzel embereket, hogy tegnap is mondtam, hogy ismerlek, tehát ő ilyen volt mindenkivel. Igen. Na jó, köszönöm szépen neked ezt a pici emlékezést, beszéljük akkor a műsorról. Nehéz volt rávenni a nagy fiadat, hogy elmenjetek ebbe a műsorba? Vagy inkább téged volt nehéz. Vagy inkább, igen. Talán engem nehezebb volt egy tényleg? Picit, bár nem sokat gondolkoztam, mert láttam már a műsort, és nagyon jó hangulatúnak, meg nagyon pofának tartom, de Krisz imádja ezeket, imád szerepelni, úgyhogy ezzel nála nem volt gond, sőt, hát jött volna ide is természetesen, de hát azért, suli. Az suli azért, az fontosabb, így van. Akkor ebben más, mint az apukája, tehát ő jobban szeret szerepelni sokkal? Igen, úgy látom, hogy igen. Mennyire látod benne magadat? Milyen pályát teljesen más, neki? Teljesen más, bár most... Ha arról beszélünk, hogy ő is imád focizni, mint én, akkor ez... Jó, ez alap, ezt tekintjük ez alapnak. Ez alap, de teljesen más személyiség, mint én. Mindjárt beszélünk adok, de azért ez egy szép kis válogatás volt, tehát azért a körkészel összehozni benneteket így egy műsorban, aki ugye legendás Újpest szurkoló, téged, ott gyönyörűen megjelentél egy zöld-fehér melegítőbe, nem volt egy kis box, tehát? Hát ez csak miatta azért, hogy egy kis trollkodás belefért, hogy mellette ülök egy zöld-fehér pulcsiba. De ismerjük egymást régóta, úgyhogy ezzel nem volt gond. És mennyire tudtatok feloldódni? Kit kellett jobban oldani, vagy ki kit oldott? Szerintem nagyon jól sikerült az egész műsor. Az egész hangulata az Áronnal, Curtis-szel, Ördög Nórival, szerintem nagyon jól sikerült, hogy így egy jó hangulatú lett, és abszolút nem volt senki feszélyezett a végén. Én mindig arról szeretek beszélgetni a vendégeinkkel a műsor kapcsán, hogy mi az, amit megtudtál magadról, így a nagyfiad által, mert engem ez izgatna, ha én ott lennék a Benivel. Igen, az ember mindig fél egy picit, mert azért gyerekek nagyon őszinték, és egy olyan tükröt állítanak eléd, hogy amit ők teljesen másképpen élnek meg esetleg, mint igen. Amire én gondolnék. De nem volt ilyen, ami kellemetlen lett volna. Nem is, hogy kellemetlen, hanem amit számodra, még akár kellemes számomra. Is. Csak hogy másképp gondolod te, és másképp látja ő. Talán nem is volt ilyen. Tehát én örültem neki, hogy egyébként nagyon egy hullámhosszon vagyunk, tehát olyan nagy meglepetés nem volt a számomra. Bár volt egy-két olyan kérdés, amire azért gondolkoznom kellett, hogy most mit akar ezzel, vagy most mi van. De igen, de számunkra volt. Is volt meglepetés, meg lesz meglepetés, mert az hogy biztos. Három dolog kötődik hozzá, de amit nem értem az összefüggést. Kocsi kulcs, hajzselé és banán. Hát a kocsi kulcs az pipa, hát azt mondjuk, hogy az egyértelmű, mert egy férfi az a kocsi kulcs az rendben, hajzselé, hát szerintem az is úgy nagy. Volt, tehát, hogy én is használok, szerintem te is, ahogy így elnézlek. A banánt azt mondjuk nem nagy. Hát az meg az? Hát sportolok én talán azért minden mérkőzés után, talán van kálciummal, magnéziummal, ha talán ez az összefüggés. És mit csinálsz ebben közben a hajzserével? Tehát, edzés után, esetleg hajmosás után egy kis zselével fel tud fírozni. Értem, de egy kicsit beszéljünk a kislányodról is, mert hogy egy gyönyörű kislánynak az igen, köszönöm szépen, így van. Ő neki milyen pályája lesz, vagy milyen tulajdonságok jellemzőek rá? Lili röplabdázik, amellett, hogy nagyon szorgalmasan tanul, ugye 16 éves, úgyhogy nagyon jó esze van. Kriszt még a suli annyira nem érdekli, de a kislányomnál tényleg ilyen gondok nincsenek, tehát nagyon-nagyon szorgalmas, nem kell ösztönözni, nem kell vele leülni, tanulni, ami nagyon nagy segítség nekem sokszor, hogyha későn este hazajövök, úgyhogy általában csak németezni szoktunk együtt, tehát a többi már nem tudok neki segíteni, tehát én fizika, matek az nem az én tantárgyaim. És az, hogy emészted meg, hogy ugye hát a Fradi akkor Barca, és akkor most hogy jön össze ide, hogy jön ide a Cristiano Ronaldo? Tehát, hogy... Hát én próbáltam terelgetni őt, de hát ez egy személyes választás. Ez így alakul. Gyerekeknél soha nem lehet tudni. Az élmény, ami megfogja őket, hogy éppen valaki akár fradista vagy Madrid szurkoló lesz. Nem tudtam őt ettől eltéríteni, de hát valóban kedvenc játékos a Ronaldo, imádja a Madridot, voltunk már
ketten kint. De jó. Egy mérkőzésen, ami nekem is óriási élmény volt, hiszen játszottam még anno a Bajnokok Ligájában a Fradival, tehát jó pár év után visszamenni, mint közönség, nagy élmény volt. Na megnézzük benneteket este, kíváncsian várjuk, hogy mit tudunk meg azért róla. Hát ha van, lesz még valami. Lesz meg. Köszönjük szépen.